Ilyen és ehhez hasonlatos, a közönség számára is látványos jelenetek jellemezték az újabb kétnapos mözsi fogadhajtó versenyt, amelyre az idényzárás közelettével sokan fogadták el a meghívást a C és a D kategória képviselői közül. Kellőképpen technikás, az említett kategóriákon belül az átlagosan nehezebb pályát építettek a házigazda rendező Tolnamözsi Lovasklub ehhez értő illetékesei. Így alapidőn belüli, hibátlan, esetleg egy-két verőhibával végződő hajtás a gyakorlottabb, az összetett ranglistán előrébb álló hajtóknak sem sikerült elsőre. Örvendetes, hogy egyre erősebb a Tolnamözsi Lovasklub egy olyan időszakban, amikor a fogatok, a versenyek szűnnek meg. Virág Józseféknek ez már az idén a második kétnapos versenye volt. Mindenféleképpen azt szeretném megjegyezni, hogy az egyesületünk is fellendülőben van, tehát az évelejét kezdtük 41-2-3-4 taggal, most itt a versenyre, a második kétnapos versenyre ott tartunk, hogy körülbelül majdnem 60 fele közelít a létszámunk, és igenis vannak benne olyan hajtók, akiknek érdemes megmérettetni magukat, illetve érdemes versenyezni az egyesület színeiben. Vannak több úgymond benszülött, itt élő, kezdőnek számító hajtói a Mözsi Klubnak, és persze olyanok is, akik nem itt élnek, de ehhez a klubhoz akarnak tartozni. Az előbbiek közé tartozik egy nagy visszatérő, aki már 2 évvel ezelőtt ígéretesen bontogatta szárnyait, nem a pénz, hanem a megfelelő paripa hiányában hagyta abba akkor. Nagy Péterről van szó, aki újra a bakon. Hát sikerült 2 jó lovat vennem, mert a régi lovaim azok sajnos kiöregedtek a fogadhajtásból, és nagyon nehéz volt jelen pillanatban lovakat beszerezni, de úgy gondolom, hogy a jelenlévő fogatomban nagy jövő van, már 4 és 5 éves lovak. Az idén kezdtük el velük a versenyzést, pár D-kategóriás versenyen voltunk, jövőre már C-be fogunk indulni. Mégpedig lipicai félvérekkel, 4-5 évesekkel. Ezt az évet tanulóévnek szánta Nagy Péter, aki úgy hajtott a maratonon, és lavírozott az akadályok között a D-kategóriában, és olyan eredményeket is ért el, miután okkal lehetnek egy kategóriával följebb is vérmesebb reményei. Jelen pillanatban nincs tartaléklovam, meg én bízok abban, hogy nem sérül, meg nem lesz probléma, és ő rájuk szentelem minden felesleges szabadidőmet, hogy őket tudjam edzeni. Én úgy gondolom, hogy az akadályhajtás, mint a D kategóriába sikerült hibátlan pályákat mennünk, tehát abban már nincs probléma, még egy kicsi lendületet a fogadba. De ez idő. Tehát én úgy gondolom, hogy jövőre ez be fog érni, ez a gyümölcs. Mehetett a későbbi győztes verőhiba nélkül és alapidőn belül is. A legnagyobb sikert kétségtelenül ez a kis csöpség a nem több mint 5 éves a Somogy megyei Somm melletti pusztáról érkező Csincsi Bendegúr söpörte be. Alig hanem országos kuriózum ilyen fiatalon egy békebeli kis fogattal egy akadálypályán végigmenni hibátlanul. Mert ő ezt nekiállt, és szerette volna, mert szamaraink is vannak, és akkor ő mindenképp akart pónilovat, és ebből, hát ő akarta hajtani, nem mi mondtuk neki, hogy szeretne-e hajtani, vagy mi, hanem ő akar, így mondta. A lovasgének a dédpapától öröklődhettek, tudtuk meg, az édesapja nem versenyzett. Segédhajtóként persze kisebb dolgokban, apróbb mesterségbeli fogásokkal azért tudott segíteni menet közben kisfiának. Még az a számokat végig nem tudja 16-ig, hogy melyik akadály, hogy következik, és akkor segíteni kell, hogy jobbra menjünk, vagy balra. Aha. És akkor így tud menni. Ez már a második bemutatója volt a fürgedi esemény után az Ovis kisfiúnak, akit különböző jövő évi versenyek szervezői biztosan felfedeztek már maguknak. A tolnamözsieknél biztosan visszatérő vendég lesz, mert hogy az idei rendezvények népszerűségéből kiindulva jövőre megpróbálkoznak a régi szép időkre emlékeztető 3 napos lovasprogrammal.